A 325 éve felszentelt Havasboldog asszony templomhoz idén is sokan elzarándokoltak. Az itt lévő hívek közül vannak, akik évtizedek óta, sőt gyermekkoruk óta ide járnak augusztus első hétvégéjén. Én 72 éves vagyok, és 72-szer voltam itt. Ez egy fogadás volt, a szüleim fogadták meg, hogy ide fölhoznak mindig engem, mikor van ez a havi búcsú. Én nagyon szeretek, és ez olyan, mintha hazajönnénk. Hagyomány, hogy minden évben püspöki szentmisével nyitják a búcsú rendezvényeit. A jubileumi évforduló előesti nyitó szentmisét Fekete Szabolcs Benedek, basztíji címzetes püspök, szombathelyi segédpüspök celebrálta a Pécsi Egyházmegye papjaival augusztus 4-én este a templom mellett felállított szabadtéri oltárnál. Ilyenkor, amikor egy ilyen kiemelt ünnep van, ennek van egy jelentősége, hogy akár a közgyónásban letetjük a terheinket, vagy akár egy személyes lelki beszélgetés során elbúcsúzzunk a múltunktól, és tudjunk a jövőbe nézni. Minden egyes búcsúnak ez a jelentősége és a lényege, fontossága. A körmenet elmaradhatatlan része a búcsúnak, zarándoklatnak. A vallástörténet tanúsága szerint szinte minden kultúrában megtalálható ma is. A többnapos ünnep második napján német nyelven mondták a misét a kegykápolnában. Egykoron a török kiűzését követően a pestis járvány elmúltával hálából építették a pécsiek a Havasboldogasszony kegykápolnát a Havihegyen. A 17. században itt élő magyarok és más nemzetiségűek megmutatták, hogy összefogásukkal az elhatározás valóságá válhat. A Havihegyi kegykápolna azóta zarándok helyé vált, és évente búcsút rendeznek itt. A papán szentelésének 25. évfordulóját ünneplő Szajki plébános dr. Tamás Roland ezüstmiséjét is itt tartotta meg. Kiválóan beszéli a német nyelvet a komlói származású pap, ezért számára természetes volt német nyelven szólni a hívekhez az idén 325 éves Havasboldogasszony templomban. Nagyon sok barátot szereztem a hívek közül, mondhatom ezt nyugodtan, hogy nem csak úgy vagyok velük, mint a plébános a hívekkel, hanem nagyon sokakkal jó baráti kapcsolatot ápolok, és nagyon sok lelkipásztori örömöm volt a 25 év során. Amire nagyon büszke vagyok, 25 év alatt mindenhol, ahol voltam, ott önerőből újítottuk fel a templomokat. És erre büszke vagyok, hogy ez sikerült, hogy mindenhol, ahol voltam, nem mindenhol újítottuk fel, de ahol belekezdtünk, és ahol valamit tettünk, azt mindig önerő. Tehát sose vártunk arra, hogy majd valaki ad nekünk pénzt, majd az állam ad nekünk, meg az egyház megye, hanem mindig elkezdtük, és úgy látom, hogy a hívek ezt mindenhol örömmel adakoztak, és még nagyobb öröm volt utána együtt ünnepelni és megélni azt, hogy lám, most ebben benne van az én munkám is, az én fáradozás, az én adományom is benne van. Tehát ez egy nagyon szép megtapasztalás volt. A Havasboldogasszony templom 1697-re készült el, azóta felszentelt és régóta búcsújáróhely várja a búcsúsokat, zarándokokat, akik a hagyomány szerint minden évben egy kis követ, kavicsot visznek magukkal és helyeznek el a templomnál, ezzel emlékezve az egykori hívek összefogására. Az ünnep alkalmával összegyűltek a Pécs környéki horvátok is a Tettyén. Horvát búcsút tartott a pécsi horvát önkormányzat. A horvát nyelvű szentmisét Bacsmai László mohácsi plébános celebrálta. A szentmisén a pécsi August Sénoá asszonykórus tagjai énekeltek a vízzenekar kíséretében. Ezt követően megkezdődött a folklor műsor a Szalántai Marica Kulturális Egyesület részvételével a tettyei romoknál. Ezt a nyelvet is nagyon szeretem, én Monyorodon születtem, ahol Monyorodon is horvát volt a nagymamám, és én tőle horvátul tanultam, és igazából horvát és német falu volt, tehát németül is kellett tanulnunk, és mikor Pécsre kerültem, akkor hozzámentem egy németi Borbás Mihályhoz, akinek az édesapja az kántor volt, és nagyon sokat jártunk misére, meg mindenhova, ahol horvát nemzetiségű műsorok voltak, vagy templomba, vagy harka gyűdre lejártunk. Az 1709-ben történt pestis járvány alkalmával az itt élő horvátok úgy döntöttek, ha Isten megóvja őket ettől a szerencsétlenségtől, hálaképp felépítenek egy kis templomot,
templomot a lakhelyük feletti domb tetején. Magyarok, nemzetiségek együtt tettek eleget fogadalmuknak a járvány megszűntével. A hálás lakók azóta sem feledkeztek meg erről, a mai napig zarándokolnak ide. Így történt ez augusztus 7-én is. A pécsi horvát önkormányzat, hát ha jól tudom, talán olyan 5-6 évvel ezelőtt hozott egy döntést, és annak értelmében mindig azt a vasárnapot, amely közelebb esik a Havas Boldogasszony ünnepéhez, azt pécsi horvát búcsúként ünnepeljük meg. Itt a Havas Boldogasszonynak szentelt templomban egy körmenettel, horvát nyelvű szentmisével, és utána pedig egy olyan 40 perces folklor műsorral a Tettyei romoknál, ahol mindig egy-egy pécsi vagy környékbeli horvát néptánc együttes lép fel. Havihegy, Havas Boldogasszony templom, a meredek kőzetben Krisztus a kereszten, Tettyei romok. Pécs városának legszebb jellegzetességei, ahová horvátok már hosszú évek óta zarándokolnak.